Koronavírus tesztet végeztet el a dolgozókon, mielőtt kiközvetítené őket különböző cégekhez, az egyik pécsi munkaerő közvetítő cég. Így bizonyosodik meg afelől, hogy a munkavállaló nem koronavírusos. Mi Magyarországon elsőként munkaerő kölcsönző cégként egy validált, és ez nagyon fontos laboratóriummal kötöttünk szerződést, akinek gyakorlatilag olyan teszt kapacitása és engedélye van, amivel orvosi leletként tud kiállítani bizonyítványt arról, hogy az adott munkavállaló egészséges. Úgy tudjuk, a levetmintát Budapesten értékelik ki a szakemberek. A munkaerő közvetítő cég olyan koronavírus tesztet végeztet el, amiket a külföldi partnereik is elfogadnak. Ez a biztosabb választadó PCR-géppel végzett teszt. Az ehhez szükséges mintát orr- és garatnyálkából veszik le. Értesüléseink szerint ez a típusú szakemberek szerint megbízhatóbb eredményt adó teszt ára 28 illetve 30 ezer forint között mozog. Egyelőre Tolna megyében nem találtunk olyan magánegészségügyi intézményt, amelyik végezne akár ilyen garatból levett tesztet, akár úgynevezett gyors tesztet. Utóbbi az újbegy megszúrásával történik, előtte lehet enni, inni, és 20 perc alatt megvan az eredménye. Ez alapján meg tudják mondani, hogy az elmúlt időszakban már átesette az illető a betegségen, vagy jelenleg is zajlik a betegsége tünetmentesen. A gyors teszt ára néhány ezer forinttól 15 ezer forintig terjedhet. Stranc Róberthez, szekszárdi házi orvoshoz, a Magyar Orvosi Kamara Tolna megyei titkárához is rendszeresen fordulnak paciensek, akik bár tünetmentesek, de szívesen leteszteltetnék magukat koronavírusra, de nem tudnak hova fordulni. Az állami ellátáson kívül magánellátásban lehet úgynevezett gyors tesztekkel, illetve PCR-tesztekkel is hozzájutni. Ezek a magánszolgáltatók azonban nem Szekszárdon, illetve Tolna megyében vannak, hanem általában Budapesten és környékén, illetve egyéb nagyvárosokban, Debrecen például, ahol tudok, hogy van ilyen ellátó. Magyarországon április közepétől elérhető a magánúton tesztelés. Egyelőre úgy tűnik magánemberként csak Budapesten, Pest megyében, valamint Debrecenben tudjuk megoldani a koronavírus tesztelést.